Rövid köszöntőkkel kezdődött a Parasportnapi rendezvény a Péterfi Sándor Evangélikus Iskola tornatermében. Február 22-e a Parasport pirosbetűs ünnepe az országban. Győrben 7. alkalommal rendezett tartalmas lélekmozgató programot a FODISZ, a Győri Önkormányzat és a Széchenyi István Egyetem támogatásával. Én azt gondolom, hogy lassan kezd beszivárogni a köztudatba, hogy a sportnak értékteremtő mi voltja is van, most pedig az érték közvetítésben játszunk szerepet. Én azt gondolom, hogy mindenkinek büszkének kell lenni a teljesítményére, bármelyik szegmensébe szerzi az életnek, így ma a parasportolók remek teljesítményei előtt tisztelgünk, és egy kicsit fókuszba helyezzük őket. Győr városa immáron 7. alkalommal csatlakozott, volt, hogy országos rendezvény voltunk, de nagyon köszönjük itt a házigazdáknak a nyitottságot. Az idei évben a határon túli magyar ajkú lakosságot és az egyházi intézményeket szerették volna megszólítani a szervezők. Így került képbe a Péterfi Sándor Evangélikus Iskola központ is, ahol természetesen nagyon örültek a lehetőségnek. Nagyon örülünk, hogy ebben az évben csatlakozhattunk a Parasportnaphoz, ugyanis iskolánkban nagyon fontosnak tartjuk, hogy a gyerekeket a más igényű emberek elfogadására, azok támogatására neveljük. Ezt már az elmúlt években is gyakoroljuk, hogy úgy mondjam, ugyanis a Bárci iskolával is kapcsolatot tartunk fel rendszeresen, karácsonykor ajándékokat viszünk, műsort készítünk a diákoknak, és ezzel is próbáljuk őket arra nevelni, hogy mindannyian egyformák vagyunk, csak egy kicsit másképp. Patkás Tamás előadását szájtátva figyelték a fiatalok. Győr Parasport nagykövete elmesélte tragikus történetét, mely kitartásának, hihetetlen erejének köszönhetően igazi sikertörténetté alakult az évek során. A világ legjobb nyíltvízi paraúszói közé sorolt Roki felé záporoztak aztán a kérdések, melyekre készséggel válaszolt. Az önkormányzat számára kiemelten fontos a parasport, melyre nem csak a Magyar Parasport napján kell figyelmet fordítani, fogalmazott Szelessa Bolcs. Azt gondolom, hogy erre jelenségre fontos felhívni a figyelmet, nem csak az ezeken a kiemelt napokon, ünnepnapokon, hanem minden napokban is, hiszen ezek az emberek, akik így élik az életüket, azok igazi hősök, hiszen minden nap megküzdenek azokkal a kihívásokkal, amik az épp emberek, az épp sportolók nem is gondolnak. És azt gondolom, hogy azért fontos néha egy ilyen kitekintés, hogy azok az emberek, akik a mindennapjaikat élik, azok ezekkel az emberektől ne tartsanak, ne megnézzék őket, hanem segítsenek nekik, illetve tanuljanak tőlük, hiszen ők olyan kihívással küzdenek meg, még egyszer mondom, amelyek igazi hétköznapi hősök teszik őket. Az ülős programok aztán aktivitássá változtak, érzékenyítő játékokban vehetett részt a több mint 200 fiatal. Később a radóiskolások bevonásával egy inkluzív testnevelés óra keretében sportolhattak együtt sérültséggel élők és épek.